Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz. 2-0-ás győzelmet ért el a PMFC labdarúgó csapata az MB3-as bajnokság 12. fordulójában. Az ellenfél az FC Dabas gárdája volt, ahol az edző Erős Károly eltiltás miatt a lelátóról figyelte a meccset. A PMFC továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot. A várakozásoknak megfelelően nagy harc folyt minden egyes labdáért a PMFC-FC Dabas elleni találkozón. Aztán miután Hegedűs Márk kiharcolt egy szögletet, a 8. percben a jól érkező Rácz László fejezte be góllal az akciót. Ez az 1-0-ás eredmény maradt a félidő végéig. A fordulást követően az 56. percben sikerült megdupláznia előnyét a PMFC-nek, mégpedig Geiger Norbertnek köszönhetően. Nem sokkal ezután a vendégek közül Szabó Balázs gyűjtött tette be második sárgalapját, így a pécsiek emberelőnyben folytathatták a küzdelmet, de gólt nem sikerült szerezni. A PMFC 2-0-ás győzelmével továbbra is veretlenül vezeti a bajnokságot. Örülünk a 3 pontnak, többet nem tudtunk szerezni, attól függetlenül úgy gondolom, hogy ez nem volt a legjobb játék ebbe az évben, amit eddig produkáltunk, de bízom benne, hogy lesz még jobb ennél. Az eredmény az fontos volt, hogy győzelemmel jöjjünk le a pályára, ezt megtettük, rengeteg energiát raktunk ebbe a mérkőzésbe, de pontatlanok voltunk és rengeteg technikai hibával játszottunk. Ezáltal a lehetőségünk és a kidolgozott helyzeteinkre nem tudtuk felrakni a pontot az íre, úgyhogy dolgozunk tovább, várjuk a következő mérkőzésként szerdán, jövő héten ugye megint Dunaújvárosba megyünk. Abszolút még egyszer azt szeretném mondani, hogy a csapat mindent megtett, dolgoztunk, de ez a mai játék ez nem az volt, amit valójában mi szoktunk, de lesz ennél jobb, bízom benne. Az FC Dabas edzője eltiltás miatt a lelátóról volt kénytelen nézni a találkozót. Hát igazából úgy jöttünk ide, hogy nem feltartott kézzel. Egy picit ebben van hiányérzetem, játékosok nem hitték el az első perctől kezdve, hogy itt lehet keresni valón. Közben a meccsen bebizonyosodott, hogy volt. Természetesen tudtuk, hogy a Pécs egy lendületes csapat. Amúgy a véleményem az, hogy egy nagyon gyenge mérkőzés volt. Tehát kevés futball, értelemszerűen a mi játékunkat agyon nyomta a Pécs, tehát nem engedett kibontakozni, nem tudtunk építkezni, rengeteg volt az ívelés. Szerintem ez kívülről annyira nem lehetett élvezni. Az, hogy 1-0-nál megvolt a fordulópont, volt az egyetlen egy lehetőségünk, amit a kapus bravúrral védett, és hát utána volt egy kétes szitu, a szabadrugás helyett elengedte a bíró, abból volt a kiállítás, és hát ott azért az megpecsételte a sorsunkat. Én azért azt mondtam a srácoknak, hogy azért arra legyenek büszkék, hogy egy fejlógató ember nem volt, hanem csapatként dolgoztak 10 emberrel is, és hát azért itt a Pécs azért mindenkinek nagy gólarányú győzelmet mér rájuk. Én azért azt gondolom, hogy erre így büszkék lettünk még akkor is, ha kikaptunk. A hiányérzetünk abban van, hogy játékban ettől mi sokkal többet tudunk, tehát az ma is bebizonyosodott, hogy játék nélkül nem lehet nyerni. Úgyhogy ezen kell dolgozni, de azért azt megemlíteném, hogy 13 hadrafogható játékosunk van hetek óta, tehát mi nem tartunk ezen a szinten, mint a Pécs, hogy 5-6-7 játékosa is van, mi ma 13-an érkeztünk, és ez sajnos, hogy a kiállítással még csökken, tehát iszonyatosan nehéz helyzetben vagyunk. Szerdán nehéz Magyar Kupa mérkőzés van a Diósgyér ellen, vasárnap pedig nekünk a Dunaharaszti egy élethalál mérkőzés. De én azt gondoltam, azt mondtam a srácoknak is a végén, hogy arra legyenek büszkék, hogy csapat voltak, a fizikai része, illetve a mentális része rendben van. Én azért azt gondolom, hogy sokkal jobban tudunk futballozni, és kell is futballozni, ha ezt megtesszük, ahogy azért jó pár mérkőzésen megtettük, és ezáltal ott jöttek is a győzelmek, akkor megint a hazai mérkőzést be tudjuk húzni, és akkor én azt gondolom, hogy az FC Dabas az a közvetlen 4 olyan csapat mögött van, akivel nem tud versenyezni, de akkor az élbolyba fogunk tudni telelni. A PMFC szerdán a Rákosmente KSK ellen lép pályára a Magyar Kupában, november 3-án vasárnap pedig a Dunaújvároshoz utazik a bajnokság 13. fordulójában. 4 perccel a lefújás előtt még 5 góllal vezetett, aztán mindössze 1-gyel kapott ki a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata a Vasas SC ellen. Ezzel a vereséggel Kovács Tamás együttese elvesztette idei veretlenségét az NB1B-ben. A mislenyiek legközelebb november 9-én, szombaton 18 órakor a csurgói NKC-t fogadják.
A Vasas SC elleni találkozó előtt Kovács Tamás, a Kozár Mislenyese vezetőedzője azt mondta, hogy a szezon legnehezebb mérkőzése vár a lányokra Budapesten. A mislenyiek ugyan 5 meccsből 5-öt megnyertek, így az előkelő második helyet foglalták el a 6. forduló előtt, a Vasas SC pedig begyűjtött 2 vereséget. A vezetőedző tudta, hogy nem lesz könnyű megverni őket, de arra senki sem gondolt, ami a meccs végén történt. Kénekelték ezt a bizonyos sajtot a szánkból. 3 perc, 45 másodperccel a végét 5 góllal vezettünk, és így ne sikerült kikapnunk. Gyakorlatilag mindenki, aki pályán volt, edzőstől, mindenestől, csak egyet hibázott ebbe az utolsó 6 perc, vagy utolsó 4 percbe. Ez pont elég volt ahhoz, hogy kikapjunk. Sajnos az addig jó mérkőzést jól vezető játékvezetők az utolsó 20 másodpercben kardinális hibát követtek el. A mi bénaságunk, a mi rossz döntéseink és az ő rossz döntésük az viszont 2 pontunkba került. Tehát ez pont ez az egészben a fájó, szomorú, hogy mi kézilabdáztunk, tehát nagyon jól játszottunk, és ezt az ellenfél edzői is elismerték. De hát a meccs 60 percig tart, hogy jön az a szokásos közhely, és hát a végén ők vezettek. Úgyhogy most nem tudok más tenni, mint gratulálok az ellenfélnek. Mi pedig merítünk ebből, mert még egyszer mondom, jól kézilabdáztunk. Nagyon jól kézilabdáztunk. 3 perc Betli viszont elvitte ezt a 2 pontot. Készülünk a Csurgóra, készülünk a Nekára, a Budőrse, rengeteg feladatunk van. A találkozó végeredménye: Vasas SC Kozár Mislenyese 14-17-es félidő után 32-31. Hosszú kihagyás után erre a mérkőzésre már vállalta a szereplést a sérüléséből felépült Víg Vivien, aki több védést is bemutatott. Sajnos nem úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna, és egy kicsit bosszankodunk még a mai napig, hogy 5 góllal vezetünk és kikapunk egyet, tehát nem volt egy szerencsés, de hát sajnos ilyen a sport, néha érnek pofonok, de úgy gondolom, hogy ez a szép a sportban, hogy jön a következő meccs, és ki lehet javítani. Nagyon elfáradtam, de élveztem végre, hogy a pályán lehetek. Hála Istennek az első fél időben én is meglepődtem, hogy jobb volt a teljesítmény. A másodikban már elfáradtam, ott látszott, hogy azért nem edzettem egy jó ideig, de bízom a folytatásban, hogy ez csak jobb lesz majd. Halmai Pálma 5-ször talált a Vasas SC hálójába, és a többiekhez hasonlóan a vezetőedző szerint rendkívül jól kézilabdázott. Én még azt gondolom, hogy a mai napig nem nagyon sikerült ezt kiheverni. Annyira dolgoztunk egész héten, hogy tényleg ez a meccs meglegyen, és videóztunk, és játékosra végigmentünk, hogy ki mit csinál, és azt gondolom, hogy egyébként a 55. percig úgy minden összejött nekünk, és utána nem tudom, jött egy mélypont, és olyan, mintha kicseréltek volna minket. Nagyon rosszul érintett ez a mérkőzés. A Kozár Mislenyi csapat pihen a következő fordulóban, ami rá is fér a csapatra a lányok szerint. Itt most mindenki összeszedheti a gondolatát, elfelejthetjük azt gondolom ezt a meccset, és tényleg azon vagyunk, hogy minél hamarabb tudjunk készülni a Csurgó meccsre, és azt gondolom, hogy nem szeretnénk több meccset elveszíteni, és talán van is rá esélyünk, hogy a többi meccset behúzzuk. A Kozár Mislenyese legközelebb november 9-én szombaton 18 órakor a Csurgói NKC-t fogadja. Megalakult a PTE Peac parasport szakosztályának keretein belül a kerekesszékes kosárlabda csapat, azaz a Rolling Basket, mely idén ősztől a magyar bajnokságban is megmutatja magát. A gárda 2 napos nemzetközi tornát szervezett, első Rolling Basket Cup néven, ami egyben az első bajnoki forduló is volt. A torna záró ünnepén vehette át a 2 pécsi játékos Klajcs Gábor és Vojtek Aurél válogatott felszerelését. A horvát Slavonski Brod, a Soproni Tigrisek, a DVTK és a házigazda PTE Peac Rolling Basket csapata vett részt az első Rolling Basket Cup elnevezésű pécsi nemzetközi tornán. A házigazdáknak alakulásuk óta ez volt az első komoly megmérettetése. A kezdetek óta foglalkozok, ugyan a pécsi alakulás óta, másfél év alakult körülbelül a csapat, és azóta nyomom, és azért tetszik, meg kikapcsol, meg jó kis adrenalin az egész, hogy a sebesség, az ütközések, meg jót ez a szervezetnek is szerintem, az egészségnek. Kicsit túl heves vagyok meg, és azt meg kell tanuljam, hogy visszafogjam magam kicsit, mert mindig eldobom a labdát sokszor. Egyre jobbak vagyunk, majd várjuk az új székeket, azok most fognak megjönni novemberben,
három darab, meg decemberben több, és akkor azok a még ügyesebbek tudunk lenni. A pécsiek tavaly május óta edzenek együtt, 2018. október elején pedig hivatalosan is csapattá váltak a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség közreműködésével. Ekkor alakult meg az amatőrökből álló kerekesszékes kosárlabda csapat, a PTE Peac Rolling Basket. Hát az ötlet körülbelül 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a fejünkben, a Megyei Kosárlabda Szövetségben, hogy csináljunk egy kerekesszékes kosárlabda csapatot. Miután láttuk, hogy ez egy paralimpiai sportág, és láttuk, hogy mennyire színvonalas, technikás, lendületes, látványos sport és sérült emberek űzik, és én, aki 40 éve kosárlabdázom, el sem tudtam képzelni, hogy kosárlabdázik valaki, akinek nincsen lába. És fantasztikus élmény volt nekem ezt látni, és akkor elhatároztuk, hogy megnézzük, hogy vannak-e olyan emberek itt a Pécsen, Baranyában, akikkel egy ilyen csapatot tudnánk alkotni. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 2 év munkájának az eredménye az, ahol most vagyunk, hogy most már van egy csapatunk, egy sportegyesület, a PTEP az befogadott bennünket, és az egész egyetem tulajdonképpen mögöttünk áll, támogatnak bennünket, és nem csak az egyetem, hanem rengeteg támogatónk van. Tehát amikor én erről az ügyről beszélek bárkinek, akkor megnyílnak a szívek és a lelkek, meg a pénztárcák, és támogatnak bennünket. Amiből kevés van, az a játékos. Ugyanis az, hogy ezeknek a játékosoknak elmondjuk azt, hogy őnek nem csak joguk, hanem lehetőségük is van sportolni, ezt egyszerűen nem hiszik el. Vagy nem hiszik el, vagy valami egyéb oka van arra, hogy nem tudjuk őket lecsalni ide a tornaterembe. Nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki egyszer ide lejött és meglátta, hogy milyen ennek a hangulata, hogy kik ezek az emberek, akik itt játszanak, akkor már itt marad. Csak azt nem tudom elérni, hogy lejöjjenek. Úgyhogy ezt a rendezvényt tulajdonképpen, hogy ilyen nagy rendezvényt csináltunk, ennek ez is volt a célja, hogy megmutassuk ezeknek a sérült embereknek, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, milyen értékek, milyen célok, milyen hangulatban történnek itt az események, és azt szeretnénk, hogy minél többen adják a fejüket arra, hogy próbálják ki. És én azt javaslom nekik, hogy jöjjenek le egy edzésünkre, ha erre a rendezvényre nem is tudtak kijönni. Jöjjenek egy edzésünkre, nézzék meg, hogy mit csinálunk, kik vagyunk, hogyan működünk, és akkor döntsenek arról, hogy kell ez a dolog nekik, vagy nem. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elkötelezett a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésében, valamint sportolási lehetőségeik és életminőségük javításában. Ezért működteti a Fogyatékkal élők kosárlabdázók bizottságát, mely többek között szervezi és lebonyolítja a Magyar Kerekesszékes Kosárlabda Bajnokságot és a Magyar Kupát. Körülbelül egy jó 2 éve dolgozunk azon, hogy a Rolling Basket létrejöjjön Pécsen, és egy újabb csapat csatlakozzon a Magyar Bajnoksághoz. Ez 2 év munkája, amit most itt lehet látni, a Magyar Bajnokság első fordulójáról van szó. Számomra ez egy nagyon fontos pillanat, mert nem csak nekem, hanem rengeteg más embernek a keze munkáját most ma lehet látni, és felemelő érzés az, hogy itt egy olyan bázis jött létre, ami példaértékű Magyarországon. Gyakorlatilag nyugodtan lekopírozhatja minden egyéb olyan bázis, aki most töri a fejét, többek között 2 ilyen van Fehérváron, illetve Veszprémben, hogy ugyanilyen utak mezsébe próbálják megcsinálni azt, ami lehetetlennek tűnő, de a Pécs megcsinálta, és itt az élő példa. Gyakorlatilag egy szakmabéli embernek az a dolga, hogy nagyítóval keresgéljen az országba, és keresse a sérült embereket. A 2018-as adatok szerint közel 28 ezer mozgássérült ember van Magyarországon. Abból, amit a kerekesszékes kosárlabda érint, az körülbelül 5,5-6 ezer ember magyarul. Ez az 5,5-6 ezer ember valahol megtalálható sötét kis szobánkban. Nem tudunk róluk, nem tudunk, és ez szomorú. Sajnos ebben ugyanúgy el vagyunk maradva, mint az akadálymentesítésben Magyarországon, és mondhatnám az is, ez a kedvenc hasonlatom, hogy amilyen messze vagyunk az akadálymentesítéstől, a többi európai országtól, ugyanolyan messze vagyunk kosárlabdában a többi országtól.
Az első Rolling Basket Cup végeredménye. Első lett a Slavonski Brod csapata, második a Soproni Tigrisek gárdája, harmadik lett a DVTK, és negyedik helyen a házigazda PTE Pelc Rolling Basket csapata végzett. A torna MVP-je a Slavonski Brod játékosa Zsejko Kladarić lett. A legtöbb pontot dobó játékos szintén a Slavonski Brod csapatából Angelo Rados. A legjobb női játékos a DVTK sportolója Matusek Nikolett, a legtechnikásabb játékos a Soproni Tigrisek sportolója Julien Motto, a legsportszerűbb játékos pedig a PTE Pelc Rolling Basket csapatából Szilárd Dániel lett. Az All-Star csapat tagjai a Soproni Tigrisektől Molnár Attila, a DVTK-ból Tápai János, a Slavonski Brod gárdájából Zsejko Kladarić és Angelo Rados, valamint a PTE Pelc Rolling Basket csapatából Klajcs Gábor. A záró ünnepélyen vehette át a két pécsi játékos, Klajcs Gábor és Wojtek Aurél válogatott felszerelését. A 100 éves PVSK és a Baranya megyei Ökölvívó Szövetség közösen rendezte meg a 19. Nemzetközi Horváth Géza emlékversenyt. A mesteredző évfordulós versenyére 23 klub boxolója érkezett. Harmadik helyen végzett a 60 kg-os Samu Ferenc Péter a romániai Galatiban rendezett junior Európa-bajnokságon. A PVSK sportolójának célja a 2024-es olimpiai részvétel. A 19. Nemzetközi Horváth Géza ökölvívó emlékversenyen Samu Ferenc Péter is szorítóba lépett egy román ellenféllel szemben. A legbüszkébb eredményem az Európa-bajnok harmadik, kétszeres Európa-bajnok harmadik helyezett junior korosztályba. Akkor tavaly kim voltam egy gimnáziádén, junior olimpián, ott is harmadik lettem, arra is nagyon büszke vagyok. Hát is a 2024-es olimpiára ki szeretnék jutni. Jövőre ifi korosztályba lépek, úgyhogy az első mérkőzésem az az Énekes István lesz. Horváth Géza 52 éven át nevelte a kiváló ökölvívókat, akik között sok Európa-bajnoki és világbajnoki résztvevő, valamint válogatott sportoló volt. Elévülhetetlen érdemeiért a Magyar Ökölvívó Sport vezetése a mesteredző címet adományozta Horváth Gézának. Emberi magatartása, edzői pályafutása ma is példa lehet a fiatal generáció számára. Munkássága elismeréseként a PVSK aranygyűrű kitüntetést is megkapta. Horváth Géza éppen 30 évvel ezelőtt, 1989-ben hunyt el Pécsett. Hosszú évek alatt nem tudtunk ilyen mezőnyt összehozni. Most több mint 23 szakosztály, egyesület képviselteti magát a külföldiek mellett, ahol szerbek vannak, Romániából két egyesület vesz részt, és maga létszám is több mint 120 fölött van, és ez egy nagy megtiszteltetés Horváth Gézának, annak az embernek, aki a Pécs ökölvívó sportját olyan szintre hozta, hogy tulajdonképpen mások is megirigyelhetik ezt a rendezvénysorozatot. A másik pedig, hogy immáron 19. alkalommal rendezik meg ezt a versenyt, és ez pont egybeesik a PVSK-nak a 100. évfordulójával. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek, megtiszteltek bennünket, nem csak bennünket, hanem Horváth Gézának az emlékét is. A rendezvényt Czerpán István a PVSK elnöke nyitotta meg, aki méltatta Horváth Géza munkásságát, és az egész évben zajló centenáriumi rendezvényekről is beszámolt. Én azt hiszem, hogy mint tradicionális szakosztályunk mindig is nagyon fontos volt, bár ha a lehetőségeket nézzük, akkor kicsit mostohának számít sajnos a szakosztály jelenlegi működése. Ennek az egyik ok az, hogy a létesítményhelyzetünk sem megfelelő, de az új fejlesztési tervünkben már benne van egy új terem megépítése. Illetve az anyagi lehetőségek sem voltak sajnos az elmúlt években a legjobbak, de eltéren is várható változás, és az idei évhez ez a rendezvény nagyon jó kapcsolódik, úgyis, hogy csúcsnevezés volt a Horváth Géza emlékversenyen, és úgyis, hogy szeretnénk a jövőben ezt a sportágat is felfuttatni a PVSK-nál, úgy, hogy az a tradíciónak, hagyományoknak megfelelően szerepeljen. Az esemény nemzetközi jellegét a Szerbiából és Romániából érkezett versenyzők biztosították. Összesen 35 pár nevezését fogadta el a versenybizottság. Kolozsvári színekben indultunk, Kolozsvári Egyetem,
meg a Kolozsvári Univerz sportklubot és a Kolozsvári Akara sportklubot egy helyre hoztuk ide most őket. Minden sportklubtól egy-egy versenyző érkezett, de hát nagyon ügyes gyerekek, országos bajnokok, Románia kupa győztesek. A körülírás, hogy mi minden más sportág nagyon fontos. Nagyon sok előnye van a sportnak abban, hogy az egyéniség fejlesztő, az ökövívás nagyon egyéniség fejlesztő sport. A karaktert erősíti, az ügyességet, az ő saját egyéniségét fejleszti a gyerekeknek, a mindenkinek általában. Úgyhogy minden sport. Az ünnepi ceremónia után jöttek az ökölvívók az ország minden részéből. A legkisebbektől a legnagyobb korosztályig mindenki megmutatta tudását. A gála a legkisebbek bemutatóival kezdődött. A PVSK-s sportolók szinte valamennyi súlycsoportban diadalmaskodtak. Ha nem lenne, már többeknek hiányozna az a megemlékezéssel és koszorúzással egybekötött női kosárlabda utánpótlás emléktorna, amit 26 évvel ezelőtt rendeztek meg először Szekszárdon. Ez a tragikus körülmények között 29 évesen autóbalesetben elhunyt extra klasszisnak, a horvát Dražen Petrovicsnak állít emléket, aki fénykorában a szakma megítélése szerint is nem csak Európa legjobbja, hanem a kontinens és a nagyvilág legkülönlegesebb, egyedi stílusú kosárlabda zsenie is volt. Immáron 26 éve minden évben így október vége felé megemlékeznek a KSC Szekszárnál az európai kosárlabdázás elmúlt fél évszázadának egyik, hanem a legnagyobb alakjáról, a horvát Dražen Petrovicsról, aki még pályafutása csúcsán autóbalesetben Amerikából hazafelé jövet, már Európában 29 évesen tragikusan elhunyt. A kezdeményező, az ötletadó, a főszervező Harsányi Mária az emléknapon minden évben bemutatja a családtól és másoktól negyed század alatt beszerzett, megkapott Dražen Petrovicssal kapcsolatos relikviáit. Egész nap, amíg lent a parketten utánpótlástorna zajlott, levetítették a kosárlabdázás módszertjaként is elhíresült zseniről, annak pályafutásáról szóló igen tanulságos dokumentum és életrajzi filmet, amit azok is megtekintettek újra, akik ezt már elmondásuk szerint legalább tucatszor látták. Harsi lelkileg is töltekezik azokból a gratulációkból, kapcsolattartásból, amit Dražen családjától, különösen édesanyjától, Teszerkától folyamatosan megkap ezért a rendezvényért. Tényleg erről a sportolóról nagyon jó hallani, és nagyon sok mindent lehet a gyerekeknek is tanulni. Ugye kijárunk Sibenikbe is, Zágrába is, tehát édesanyjával kapcsolatunk van, és ezt szeretnénk őrizni minél tovább. A szokásos módon az U12-es csapattól az U18-as ifikig a női utánpótlás csapatok léptek pályára ezen a napon a szekszárdi városi sportcsarnokban. A meccsek között most is megtartották felolvasásokkal, zenei átkötésekkel ihletett emlékező műsort a diákok, játékosok közreműködésével. Ezután következett a horvát kosaras sportcsarnok előtti emléktáblájának ünnepélyes megkoszorozása és a velejáró gyertyagyújtás. A Dražen Petrovics emléknap meccse az idén az U18-as KSC Szekszárd Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs bajnoki találkozója volt, ami amolyan presztízs csata is volt egyben. Az emléktorna főszervezőjének napját még boldogabbá tette a csapatának a vártnál is magabiztosabb 31 pontos győzelme a csak fizikálisan erős, de kosárlabda tudásban, egyéni képzettségben, a jelekből ítélve tőlük elmaradó pécsi akadémiásokkal szemben. A kézilabda ünnepe volt újra Szekszárdon. A világklasszisok egész sorát felvonultató, immár több éve a világ legjobb csapatának számító győri Audietto KC lépett pályára. Ez most a Dunaújvárosi Kohász női kézilabda akadémia csapatának volt köszönhető, akik csarnokuk átépítése miatt jövő tavaszig Szekszárdon játsszák hazai NB1-es meccseiket. A közönség nekik a kis csapatnak szorított, ám az 1200 néző többsége a győr norvég és francia extra klasszisai miatt váltott jegyet a meccsre, akikben ezúttal sem kellett csalódniuk a szurkolóknak.
Vízilabda hívei zsúfolásig megtöltötték a szekszárdi csarnokot. Jöttek, mi több özönlöttek a világválogatottal felérő győri Audi Eto vendégjátéka miatt. Legalább 150 szurkoló jött át Dunaújvárosból, ennek mintegy fele Győrből érkezett. A nézők mintegy 75%-a szekszárdi, illetve környékbeli volt. A többség a sok saját nevelésű játékost is felvonultató Dunaújvárosnak szorított, hogy képes legyen egy viszonylag szoros jó meccset játszani a több éve világ legjobb csapatának számító többszörös bajnokok ligája győztes Győr ellen. A zöld-fehér alakulat egy-két kivételtől eltekintve legtöbb világklasszisát most is pályára küldte. Ott volt a pályán a brazil Amorim, a norvég szuperduo Bratseth Oftedal, a Dan Hansen és az idővel megérkező erősítésnek számító franciák is, na is persze Bulatovics. Le a kalappal a pirosmezes újvárosiak előtt, akik szép gólokat szereztek a fal előtti játék után, és néha indításokból is. 10 környékén tudtak maradni, Szalai Babett és a bonyhádi származású Szekszárdon nevelkedett Szekercs és Luca voltak az újvárosi gólfelelősök, az előbbi 6-szor, Szekercs és Luca pedig 5-ször talált be, 2 alkalommal büntetőből. Nagy ováció fogadta minden gólját. Igazából ez a játék szituációktól függött, igazából megpróbáltam átlönni, de nem igazán sikerült, mert végig lesáncoltak, úgyhogy itt a végén betörésekből sikerült ugye gólt lőnöm. Hansen Amorim Bratseth 3-as fölött gólt lőni, klasszikus átlövéssel bevenni a Győr kapuját, ez a nemzetközi porondon is keveseknek sikerül. Ugye azért ez egy világválogatott, ezért igazából minden szempontból jobbak. Megpróbáltunk mindent beleadni, ez jött ma ki. Elégedett vagy az 5 góllal, meg a mezőnyben? Lehetett volna jobb is, sokkal jobb is. A Dunaújvárosi Kohász Akadémia szakosztály igazgatója látott olyan pontokat csapata játékába, ami a rivális középcsapatok ellen, ha tudják alkalmazni, sikerre vezethet. A 13 gólos különbség a Győr ellen ma realitás. Jobban használjuk ki, amikor létszámhátrányban volt a Győr, akkor talán egy kicsit még szorosabb lehetett volna ez a mérkőzés, de összességében azt gondolom, hogy főleg a második félidőben a Győr még egy sebességi fokozatta feljebb tudott kapcsolni, és azzal ár azért nagyon sok volt nekünk, kár a második félidő első 10 percért. Ott én úgy érzem, hogy nem vetőnük értünk 2-szer gyorsan időt, mert egy kicsit hiteadottá is vált a csapatunk, de azt gondolom, hogy összességében a csarnok atmoszférája nagyon jó volt, tehát jó volt Szekszárdon kézilabdázni, tehát összességében pozitív erőjelekkel, pozitív szemlélettel távozunk innen. A szekszárdi kézilabda szurkolók szerencsések azokhoz a városokhoz képest, ahol nincs élvonalbeli, illetve másodosztályú csapat sem. Már 2-szer is láthatták élőben játszani Szekszárdon a női kézilabda győri világklasszisait az elmúlt 6-7 évben. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!